Láthatjuk, hogy ezek picikék, ezek könnyűek. Egyrészt azért is, mert az alapanyag is drága, de ha az ember útra kell, akkor nem szeret egy sok kötetes, nehéz könyvet cipelni, hanem akkor azt viszi magával, amivel feltétlenül szüksége van, és az utazás megkezdésekor elmondott ima az feltétlenül ilyen. Természetesen felmerül a kérdés, hogy napjainkban azok a zsidó utazók, akik az örökkévalóval, ha más nem imádkozáson keresztül kapcsolatot tartanak, vajon miket cipelnek magukkal kézitáskájukba, zsebeikben? Ez egy jó kutatás lenne az antropológusoknak. Azt tudjuk, hogy filatelerekből mindenféle kis matricákat, mindenféle egész pici utazási irodák adnak reklámajándékként ilyeneket. Most már van ugye speciális ima a repülőgépre szálláshoz is, ami nyilván ezekben a könyvekben még nem jelenik meg. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép példája megint annak, hogy a tradíció azzal együtt, hogy őrzi a múltnak az emlékeit és a régen kialakult hagyománynak a fontosságát, azzal együtt be tud emelni olyan új jelenségeket mindig, és pont ez a lényege, én azt gondolom, hogy a folyamatosan megújuló hagyománnyal kell nekünk folyamatosan párbeszédben lennünk, és nem csak ezt kell ismernünk, hanem a napi gyakorlatot és a mai hagyományt is. Abban a helyiségben, ahol ülünk, itt van előttem egy könyv. Ez feltételezhetően egy anyakönyv? Én innen azt nem látom, de feltételezhetően akkor egy anyakönyv. Akkor nézzük meg. Igen, ez egy Zalaszentgróti születési anyakönyvnek látszik. Nézzük meg, hogy mit tartalmaz ez az anyakönyv. Hát ez azt tartalmazza, amit tartalmaznia kell, az évkörét ráírtuk ide. Igen, 1851-ben rendelik el, nem először egyébként a zsidó anyakönyvezést, mégpedig azért, mert hogy anyakönyvezni szükséges, itt úgy látom, hogy néhány plusz levél is van benne, de itt indul a dolog. Hát nézzük meg, Adolf Scheiber az első, akit beírnak, ja nem, mert ő van a 16. Akkor ki az első? Leopold Friedman, akit először beírnak, aki 1851. január 14-én születik, tehát azt is látjuk, hogy ezt a polgári dátum szerint kezdik el ezt az anyakönyvezést. Nézzük, azt is ő Svájcban születik, apja neve Jakob Friedman, anya neve Netti Krausz, Zalaszentgróton laknak, mint ahogy nagyjából majdnem mindenki ezen a lapon, illetve hát még néhány Mihály Fán és itt ott a környékbeli településeken született emberrel találkozhatunk. Nagyon nehezen ment ez a zsidó anyakönyvezés bevezetése, tehát a közösségnek erre nem volt szüksége, ez állami nyomásra kezdődött tulajdonképpen az anyakönyvezés, és szerintem a zsidó közösségek valahol érezték, hogy ennek kapcsolata lesz majd előbb-utóbb az állampolgároknak a nyilvántartásával, a katonassággal, az adófizetéssel. Úgyhogy elég sokáig húzták, mire nekiálltak valóban anyakönyvezni. 1828-ban is volt már erre törvény, de már a 18. század végén is, hogy kéne ezt csinálni, csak nem sikerült. Tehát amikor nagyon sokszor hoznak ugyanarról törvényt, az általában annak a jele, hogy az első nem ment át a gyakorlatban. Ez az 1851, és ez tulajdonképpen viszonylag. Tehát azért van a hátunk mögött viszonylag sok anyakönyv, mert akkor aztán már nekiláttak. Hogy sikerült ezeket átmenteni a 21. századnak? Hát én azt gondolom, hogy ebben az elődeimnek van nagyon heroikus és tiszteletreméltó munkássága, a Scheiber Sándor és a tanítványa, és különösen Landesmann György, aki a zsidó levéltárnak volt a vezetője 72-től. Ő volt az, aki körbejárta a magyar vidéket, és mindenféle csűrökből, pajtákból és elhagyatott volt hitközségi épületekből összegyűjtötte azokat az anyakönyveket, ahol már nem volt működő hitközség. A magyar levéltári törvény mit mond erről, hogyha hasonló anyakönyvek megtalálhatók az állami levéltárakban, azt át kell, hogy adják a hitközségi levéltárnak? Nem kell átadni, hiszen az anyakönyvezés eleve két példányban ment. Az egyik példány maradt a rabbinál, és a másik példány ment a területileg illetékes hatóságokhoz. Ennek a mai napig is ott a helye, ezek ott is vannak. Az vele a probléma, hogy ezt, akik vezették az anyakönyveket, ők is tudták, hogy az egyik példány a hatóságoknak megy, ezért az adattartalma nem mindig azonos. Tehát azokban az anyakönyvekben, amiket mi őrzünk nagyon gyakran, ebbe pont nem, de hogy sűrűn látunk olyat, hogy beírták mondjuk a születetteknek vagy házasodottaknak a Héber nevét. Minden héten megmutatunk valamit a mi kincsestárunkból, nézzék meg a jövő héten is.